A People magazin által végzett közvéleménykutatás szerint az amerikai közönség legkedvesebb női és férfi színésze Julia Roberts és Mel Gibson. A legjobb vígjátékhős kategóriájának győztese Jim Carrey. Ezen a Jim Carrey, ezen már ember elmosolyodott valaha? Ilyen kibírhatatlan idióták. Hát én nem tudom, nekem nincs humorom, de tudom... Rér, és amikor a meseautóban a bajor csinálja. Na hát az egész más figyeljél, szóval az... Na most én gyorsan... Kicsit zöld, kicsit savanyú, de a milyen? Na gyerekek, én most gyorsan... Én most belemondom a kamerába. Fáj neki, nem fáj neki. Zseniális. Őszintén. Azt mondta, zseniális. Nem. Őszintén. Nem, el akar, nem, nem. El akarom mondani. Fogadd el a jó Isten áldját. Fogadd el az Isten áldját. Mennyit adott? Egyben nem tudott volna többet. Én adom a dupláját, ha megmondod az igazat. De el akarom. Gyerekek, el akarom mondani. És a Gábőgyinek innen utána... Üzenem, nem kellett volna elutazni. Hoppá! Új barátok jöttek ide, a jó Istennek. El akarom mondani, ugye erről van a vita, hogy ő most kabosozik, vagy nem kabosozik. Erről vita van? Nem tudtam. De... Én emberrel nem vitatkoztam ezzel. Ugyanis nincs is, miért vitatkozni. Ugyanis kabosozik. És bajorozik is. Annyiban jobb a kabosnál, hogy a kabos nem tudott bajorozni. Érted? Biztos meg tudtam volna csinálni. De két, én... Vegyél fő, anya! Azt még egyet folytatom. A jó Isten áldjon! Hogy el valamit a szüleimről is? A jó Isten áldjon! Így volt egy magyarul! Én szemszámít, egyszer élünk, érezzük jól magunkat! Szóval mindenki, aki vetélkedőt vezet, menjen a frontba kívülni! Áldjon meg a jó Isten! Bocsánat, ha valaki megszorult önök közül, mondjon valami jót a bajorra, fizetni! Nekem nagyon. Hát lassan, búcsúzunk is, és akkor ennél érdekesebbet nem viszont. Elmondok egy másik anekdotát. Volt a Népszínház utcában, ahol a napmozi van, volt egy jegyiroda. Egy olyan jegyiroda, ahol mindenhova lehetett jegyet. Tehát mozi jegyet, színház jegyet, Vidám Parkban, Uszodában, mi, akármi jegy, ott lehetett. Hol volt ez? Ott, ahol a napmozi volt. Sarkor. A Népszínház utca és Bérkocsis utca sarkán, ott. És a Feleki Kamil oda bejárt. Mert a tulajdonos a jó barátja volt, és mindig ott ült. És egyszer jött egy kisgyerek, és azt mondta, itt van egy pengő, és kérek két dodzsemégyet, két óriáskerék, két elvarások kastély, és két nem tudom micsoda. Azt mondja, egy pengő 10 fillér. Azt mondja, gyerek, apukám nekem születésnapokra csak egy pengőt adott. Azt mondja, hát akkor visszaveszünk két dodzsemégyet, kisfiam, és akkor... És a gyereknek már itt csorgott a könny, azt mondja a Feleki Kamil, aki bennült a pénztárnál. Szóval van szíve 10 fillért, szóval ne hülyeskedj, mindenkinek adnék 10 fillért, az anyádnak, tessék, itt már 10 fillér a gyereknek is. Jó, gyerek boldogan elment, beszélgetnek tovább, jön be, ez egy öreg zsidó, azt mondja, jó napot kívánok, azt a Rudasfürdőbe szeretnék két jegyet kérni. Azt mondja, a gőzben vagy pedig az uszodában? Azt mondja, árban mi a különbség? Azt mondja, abban nem tessék foglalkozni, azt a művészül fedezik. Na hát így van ez. Úgyhogy ne tessék foglalkozni, minden jó hírt szívesen veszünk, Bajor úr fizeti. Charlie Sheen nem vesztegette az idejét, saját bevallása szerint eddig 5000 hölgyet tartott karjaiban. Pontos számot nem tud mondani, mert egy idő után abba hagyta a szeretők számolását. Lehet, hogy benned van a hiba ezzel a gyorsaság dologgal. Woody Allen mondotta volt, a nők azt mondják, rossz vagyok az ágyban, csak azt nem tudom, hogy jönnek erre rá 30 másodperc alatt.
belegondoltam ebbe az 5000 nőbe, és kis számolás után rájöttem, hogy valószínűleg ennyi se volt vele hajlandó kétszerűen másodszor már lefeküdni, szegénye. Ez azért van, kedves férfi társaim, mert egy bizonyos kor után, ahogy szoktuk mondani, már minden megkezdett egy egésznek számít. Na kérem, erre a... Mi baj? Semmi, erre a műsorra lehet jegyeket nyerni abban a műsorban, a Danubius Rádióban, melynek címét Verebes István fogja elmondani. Jaksó, hát rendben. Köszönöm. Eheti hírünk pedig, amelyre a reakcióitat várjuk, a következő. Promil Kill nevű kijózanítószert teszteltek önkéntesek Németországban. Állítólag 45 perc alatt a pocsolya részeg ember alkohol szintjét is egy ezrelék alá csökkenti. A tesztre jelentkezők kígyózó sorokat alkottak, mivel a kísérlethez szükséges berúgást a gyártó biztosította.